Felállítani megint a zsűritagokat. A Lacikám utoljára az esküvődön táncolhattál így, nem? Hát, körülbelül. Nagyon jó volt. Tényleg. Meg mikor a lábam rájöttem a golyót, hát így. Tényleg olyan volt, hogy valami emberevő törzsnek a főembere, aki megette a kaktuszt, és ki. Ez van, ez van. Dobrádi Ákos, nem bírja ki. Hát ez igazából nincs mit hozzáfűzni, szakadtunk a röhögéstől itt a zsűri asztalnál, meg itt mindenhol a stúdióban. Nem tudom, hogy mi ment át a tévén keresztül, de itt fergeteges a hangulat. És felhívnám a figyelmet arra, hogy amennyire könnyed és humoros ez az előadás, annyira érezhető, hogy ti ezt komolyan veszitek. Rengeteg ötlet volt benne, jók voltak a gegek. Laci, egyébként meg a spontán megjelenésedből már fakad ugye a humor. Ez nem tudom, hogy meddig lesz elegendő, vagy meddig tart ki, de én még nagyon sokszor szeretnétek benneteket látni. Köszönöm. Nagyon sokszor szeretnének benneteket látni. Hát átadom a szót, mondjatok valamit is. Erről szól ez a műsor, a showról. Így van? Köszönjük szépen. Köszönöm. És köszönöm. Ezt nagyon jól hoztátok. Én úgy gondolom, hogy a Laci egy nagyon nagy figura. Én nem tudtam, hogy hát szó szerint is, drága Tibi. 167 kilóval nem is lehetsz kis figura, de viszont pici figurának itt van a Méri nagy hanggal. És így van, köszönöm, így van. De hogy én nem tudtam, hogy neked ilyen humorod van, és ilyen fantáziád nem van. Nem tudtam. Én nagyon örülök, mert ez a műsor erről szól, hogy sót csináltok, és ti ezt megcsináltátok. Köszönöm. Azért nem tudta Klári, hogy milyen humora van, mert aki neked nem tetszett a Laci humora, azt földkönni pályára állított egy előadásra. Takarodjál.
Figyelj, le a kalapa, zseniális produkciót, nagyon cukik voltatok. Azt külön meg kell jegyezzem egyébként, hogy a Mérinek a ruhája az bámulatos. Tündéri. Amennyiben egyébként nagyon még a mosásban nem sérült meg, ezt házi használatra a párommal kölcsön kérnénk, csak hogy ez egy kis aprócska poén. A másik, amit szerettem volna mindenképp mondani, hogy barom jó volt a végén a tánc, ebben a katarzisban, akkor elengedted magad, és nyomadtad ezt. Előjött az állat. Csak azért nem örültem, mert hogy egyébként ezek az én mozdulataim voltak. Tehát, hogy lopod a mozdulataimat, te hóhány, jó? Ez tánc, ez fogó, nem? Hát mi így nyomatjuk, tudod? De függetlenül ettől zseniális volt, 2-3 statikus, azért megjelent oldalt, amikor elkezdtél ugrálni, hogy a színpad erre ki van-e megfelelően alakítva. Brilliáns volt, humora volt, pontosan erről szól a műsor, de szuper cukik vagytok. Köszönjük. Hát azért itt egy ilyen dicséretből nem volt hiány. Hát voltak nagy pillanatok, amikor megráztad a Sofiát. Tudod, hogy ott fájt? Fejed nem szakadt? Majdnem. Lehet, hogy vissza kell majd itt ragasztani a hajamat. A nyakizmot megrándult. Kértem, hogy még tűzőgéppel is nyomják oda. Mert véletlenül a holnapi címlaptól, de mi történt? Tehát Fekete Laci leszakított a notármiri fél arcát. Egy mozdulattal. Hát elég csak a mint Sofia. Hanyas lábad van neked, Laci? 47-es kicsit. 47-es, akkor abban nem is. És te hány centi vagy, Méri? Hát 160 valamint. Nem, 156 centi vagyok, csak hát na. Nem, mondom, teszek még rá egy-két centit. 156, és Laci pedig mennyi van? 192. Valami mici mackót is elő tudnátok adni, zsebibaba, és akkor szaladgáltok, mézérit. Vagy a hüvelypanna és a sreg. Nézzük meg a pontokat. Kassa Tibi. Brilliáns volt, pontosan ezt vártuk, köszönjük. 10 pont. Annyi pontot, olyan pontozást kaptok, ahogy dicsért a zsűri, akkor itt nem lesz gond. Kárika? Jó volt, só volt. Csak beakadt a kütyüm. Nem baj, így is örülnek neki, Laci. Eddig nagyon szépen alakul. Ugye a mai versenynapon egy 30 pontos párosunk volt. Nézzük, Dobrádi Ákos. Jó, legyen még egy 30 pontos páros. Gratulálunk Fekete Lacéknek. Na, hát ezt oda tettétek. Köszönjük szépen. Hát ez csodálatos.